Szervezetünket folyamatosan kórokozók fenyegetik, de az immunrendszerünknek hála ezt csak ritkán érzékeljük. Az immunrendszert sejtek, szövetek, szervek és a keringésben lévő molekulák összetett rendszere alkotja. Immunitás többféleképpen alakulhat ki a szervezetben. Egyik első védvonalunk a bőr és az általa termelt fagyú. Ezek akadályozzák meg, hogy idegen anyagok, kórokozók és velük az immunválaszt kiváltó részleteik, az úgynevezett antigének bekerüljenek a szervezetünkbe. Immunrendszerünk következő védvonalát a nyálkahártyák, maga a nyál vagy a magas sósavtartalmú gyomornedv alkotják. Ha a kórokozóknak mégis sikerül áthatolniuk ezeken az akadályokon, belső védelmi mechanizmusok lépnek működésbe. Az immunrendszer fő alkotó elemei a fehérvérsejtek, más néven az immunsejtek. Mindegyik más-más feladatot lát el. Ezeket csoportját limfocitáknak nevezzük, akik az ereken keresztül mindenhová eljutnak és folyamatosan járőröznek a szervezetünkben. Ha találnak egy betolakodót, szaporodni kezdenek, támadást indítanak és jeleket küldenek más sejttípusoknak, hogy ők is ugyanezt tegyék. Ezt nevezzük immunválasznak. Testünk bizonyos részein különösen sok limfocita található, például a csontvelőben és a csecsemőmirigyben, emellett még a nyirokcsomókban, bőrben, lépben, a bélrendszerben és a mandulában is. Itt találkoznak és cserélnek információkat, az üzeneteket pedig a citokin nevű molekulák formájában küldik egymásnak. Ezek a molekulák különböznek egymástól, és csak azok az immunsejtek kaphatják meg őket, amelyeknek megfelelő receptora van. Az immunrendszer fő feladata a szervezet saját sejtjeinek, valamint a testünkben található veszélyes, illetve ártalmatlan elemeknek a megkülönböztetése. A veszélyes behatolók felismerésében a limfociták egy csoportja, a segítő T-sejtek játszanak kulcsszerepet. Ezek előzőleg egy alkalmassági vizsgán esnek át keletkezésük helyén, a mellkasunkban található csecsemőmirigyben. Az immunrendszer megfelelő működése esetén csak azok léphetnek szolgálatba, amelyekről meggyőződtek, hogy nem fognak a szervezet saját sejtjeire, vagy a szervezet számára olyan hasznos anyagokra támadni, mint például a táplálékra, vagy a bélrendszerünkben élő milliárdnyi jótékony baktériumra. Ha azonban egy veszélyes anyag kerül a szervezetbe, az immunrendszer támadást indít, melynek erősségét és minőségét a citokin üzenetek szabályozzák. A citokinek hirtelen, nagy mennyiségben történő felszabadulása bizonyos esetekben citokin viharhoz, azaz kóros gyulladáshoz vezethet. Ilyenkor az immunsejtek már nem csak a kórokozót támadják, hanem a szervezet saját sejtjeit, szerveit is. Normál immunválasz esetén azonban a különböző immunsejtek más-más feladatot látnak el ebben a védekezési folyamatban, majd közvetlen kontaktus vagy a citokinek segítségével értesítik az immunrendszer megfelelő sejtjeit. A B-limfociták, azaz a B-sejtek ellenanyagot, úgynevezett antitesteket termelnek. A megfelelő antitestek, ölő T-sejtek és az ölő sejtek rákapcsolódnak a kórokozóra. Az antitestek megakadályozzák, hogy a kórokozók bejussanak az egészséges sejtekbe, szaporodjanak vagy mérgező anyagokat termeljenek. Az ölő sejtek pedig megölik a kórokozókat és a már megfertőzött sejteket is. Ezután aktivizálódnak a faló sejtek, amelyek bekebelezik a kórokozót és az elölt sejteket, majd maguk is elpusztulnak. Az elpusztított kórokozók, elhalt fehérvérsejtek és szövettörmelékek felhalmozódnak az immunválasz helyén. Ezekből alakul ki a genny. Ezután a T és B sejtek egy része szintén elpusztul, mert már nincs rájuk szükség. A többiekből lesznek az úgynevezett memória sejtek.
Ezek megjegyzik a kórokozóra jellemző tulajdonságokat, így amikor ismét találkoznak ugyanazzal a kórokozó típussal, néhány nap alatt sokkal több és jobb minőségű antitestet tudnak termelni. Egyes kórokozók, például az influenza vírusai nagyon változékonyak, ezért ellenük a memóriasejtek nem tudnak tartós védelmet nyújtani. A védőoltás hatékony védekezést jelent számos olyan betegség ellen, melyek súlyos, akár halálos kimenetellel járhatnak. A védőoltásoknak számos változata van. Ezekkel a legyengített vagy elölt kórokozókat, azok részleteit, esetleg a kórokozók antigénjeinek tervrajzait juttatják a szervezetbe. Ezek egyike sem okoz betegséget. Ezek segítségével az immunrendszer betegség nélkül megismeri és megjegyzi a kórokozók jellemzőit, és később egy valódi fertőzés ellen is gyorsan védekezni tud. Ezt nevezzük mesterségesen szerzett immunitásnak. Mi magunk is sokat tehetünk az immunrendszerünk erősítése érdekében. Az egyik legfontosabb, hogy sok folyadékot fogyasszunk, és a kiegyensúlyozott táplálkozás során megfelelő arányba juttassunk szervezetünkbe vitaminokat és ásványi anyagokat is. Emellett a rendszeres testmozgás, a tartós stressz kivédése, a pihentető alvás segíti az immunrendszer helyes működését és egyensúlyban tartását. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le az újabb részekről sem!